az ige magyarázatot, hogy hogyan kerülnek a pusztába. Hát az nem egy magától értetődő dolog, hogyha valaki megnézte valaha is a térképet, akkor látja, hogy azért a Közel-Keleten, ahol most erősen lövik egymást, és szörnyűséges gondok és bajok vannak, és még nem látjuk ennek a végét, hát ott azért nem a legideálisabb körülmények vannak arra, hogy éljünk, hogy ember éljen. Ellenben, ha fölfelé tekintünk a térképen, meg lefelé, akkor meg látunk nagyon élhető területeket. Hát hogy kerültek ezek a pusztába? Egy egész nép? Hór hegyénél vannak. Ha megnézzük a térképet, akkor úgy Jordániától nem messze, a Jordán határtól, és úgy kerültek oda, hogy 600 évvel korábban történt valami. 600 évvel, 6 évszázaddal korábban, ugyanis egy Ábrahám nevű embernek azt ígérte meg az Isten, hogy úgy megsokasítom a te népedet, hogy egy országot is el tudnak majd foglalni, ez Kánaán, a tejjel mézzel folyó Kánaán, a földközi tenger mentén lesz majd. Tehát 600 évvel korábban van egy ígéret, és 39 évvel korábban pedig történik valami hatalmas csoda. Mert ez a valóban nagyjá lett nép Egyiptomban lakik, de rabszolgaságban. Kegyetlen elnyomás van. És kiáltanak Istenhez, és Isten ad szabadulást Mózesen, Áronon keresztül, úgyhogy kivezeti őket, végigvezeti őket tengeren keresztül, hegyeken keresztül, a Sínai hegyen keresztül. 600 év, 39 év. Soha nem voltak ennyire közel a megoldáshoz. Soha. 50 kilométerre vannak a Hór hegyétől, tökéletesen lehet látni az ígéret földjét. Mindenük megvan. Panaszkodnak, azt mondják, utáljuk ezt az eledelt. De van eledelük. Ráadásul Mózesnél ott van a vízfakasztásra alkalmas bot. Nem szomjaznak, nem éheznek, nem régen győztek le egy hatalmas hadsereget. Békességben vannak. Nem üldözi őket senki. GPS-ük nincs, de ennek ellenére az Úristen vezeti őket éjjel-nappal. Nem tudnak eltévedni. És soha nem voltak még ennyire közel. Úgy kerülnek tehát a pusztába, hogy valaki vezeti őket. Nem ítélet a pusztában lenni nekik, mert a jó pásztor, ahogy énekeltük, vezeti őket ezeken az ösvényeken, egészen a megoldásig. De most a jó pásztor tesz egy kerülőt, mert a jó pásztor tudja, hogy nekik nem szabad most egyenesen menni, mert ott van a testvérnép, az edomiták, Ézsau leszármazottai, egy hatalmas, erős nép. Nem szabad őket azzal megsérteni a saját testvérnépet, hogy rávezetjük. Ugye itt az ukránok és az oroszok testvérnép, és mégis egymásra vezetik a hadsereget. Mi lesz ebből? Soha nem fognak egymásnak megbocsátani. A testvér jobban tud haragudni a legkeményebb ellenségnél. Ezt nem akarja az Isten. És azt mondja, kerüljünk egyet. Közel vagytok, de van olyan út, ami hosszabb, de biztonságosabb. Ami hosszú távon jobb. Nem, hát a rövid út mindig tragédia. Ilyen helyzetben mindig tragédia. Amikor fegyverrel akarsz átkerülni, amikor erővel akarsz átkelni egy másik területen, az mindig tragédia. Egyébként a mindennapos életben is szerintem elég jól tapasztaljuk, hogy valamikor a rövidebb út, ami rövidebbnek látszik, az a tragédia útja. Sokszor jobb lenne kerülni. Nekem volt egy olyan ismerősöm, aki egyébként egy nagyon tehetséges ember, aki 5 év alatt 10 munkahelyen volt. Mindenhonnan elküldték. Mert mindenhol
át akar törni mindenféle határt. Minden főnöknek beszólt. Minden beosztottat megalázott. És mindig neki volt igaza. Lehet, hogy a kerülő út jobb lett volna. És hányszor van, nem akarom most mondani a példákat, hogy valaki túl hamar kerül bizonyos pozícióba. Túl hamar éri el a sikert. Hogy szokta mondani a magyar ember? Magasról lehet nagyot esni. Valamikor a rövidebb út, az a tragédia útja.